Két turnusban rendezte meg sporttáborát a Maglódi Tornaklub. Közel 60 gyermek különféle sportágban próbálhatta ki magát ezen a héten. Ez az idei második táborunk. Az első héten kézilabdatábor név alatt futott a táborosztatás, most sporttábor. Múlt héten 67 gyermek volt, ha jól emlékszem, most 56. Múlt héten inkább csak ugye a kézilabda volt a fő téma, de egyéb más programokkal is készültünk. Ezen a héten pedig ugye a labdarúgás, a kézilabda, ez a kettő vezető sportág, de egyéb más sportágokat, a képviselőt is meghívtuk. Lesz itt kosárlabda edző, ugye a rollerezés, biciklizés is terítéken van. Tehát minden, ami sport és mozgás, azt mindenféleképpen előtérbe helyezzük, és hát emellett ugye a gyerekeknek más jellegű foglalkozásokat is tartunk. A Maglódi Tornaklub sporttáborába nem csak különféle sportágakat próbálhattak ki a gyermekek, de különleges vendégekkel is találkozhattak. Ezen a héten a sporttábort rendeztünk a Maglódi Tornaklubbal. 56 gyerekünk van, vegyes korosztály, 30 óvodás és kisiskolások is vannak, elsős, illetve második osztályosok. Korosztályoknak megfelelően leosztottuk csoportrőket, és így délelőtt és délután is kétszer egy órás sportfoglalkozásokat tartunk nekik. Kézilabdán és a focin kívül karatéznek, kosárlabdáznak, rollereznek. Próbáljuk a gyerekeknek több sportágat bemutatni, illetve ugye a kézilabdázásban, illetve a fociban rendszeresen részt vesznek már a szezonban. Azokat is gyakoroljuk. Említette, hogy fővárosi vendégekre lehet számítani. Kik jönnek és milyen célból? Ferencváros kézilabdázói jönnek, illetve a Görög Zsolt ügyvezető. Már az elmúlt évben rendezett táborunkban is jelen voltak, és idén is elfogadták a meghívásunkat. A gyerekeknek apróságokkal készülnek, illetve lesz lehetőség autogram kérésre és közös fotókészítésre.